Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió április 20-ai híradóját látják. Antal Beáta vagyok. Nézzük híreinket röviden. Költészet napja. Színvonalas programokkal ünnepelték a költészet napját. Hiba elhárítás. Az üllői vízátemelőnél egész héten dolgoztak a szakemberek. Tudás fája. Üllőn számos program várta az olvasókat a könyvtárban. Útjavítás. Üllőn 20 millió forintot különített el a város önkormányzata az útjavításokra. Tátika óvoda. Szeptemberben foglalhatják el a gyáli óvisok a 180 férőhelyes intézményt. Bölcsődei beiratkozás. A Bobita bölcsődébe történő felvétel csak üresedés, illetve várólista alapján történhet. Művészeti iskolások Maglódon. A festészeti iskolások személyisége csodálatosan alakul, harmonikus egyéniségük lesz. Testületi döntések. Megválasztották a város új főépítészét, de a városi úthálózat korszerűsítése is elstartolt Pécelen. Emléktábla. Vas Albertre emlékeztek. Örökös polgár. Megtisztelő címet kapnak a gyömrőre született gyerekek. Egészségnap. A táplálkozás és a gyermektorna is középpontba került a gyömrői egészségnapon. Közügyek. A sporttelep fejlesztése és a kátyúzás is megkezdődött Vasadon. Üllőn, Gyálon és Pécelen is színvonalas programokkal ünnepelték meg a Magyar Költészet napját. Üllőn versünnepet rendeztek a Kis Sándor Művelődési Házban, ahová idén nem előadókat hívtak meg, hanem a civil szervezetek, iskolások és versszerető polgárok összefogásának eredményeként mindenki elmondta a kedvenc költeményét, illetve a néptáncosok József Attila versére adták elő koreográfiájukat. Azt hiszem, hogy ez a nap minden versszerető ember számára nagyon fontos, és idén nem azt cselekedtük, hogy meghívtunk egy előadót, hanem összefogtak az intézmények, az ülői civil szervezetek, az iskolások, sokan versszerető emberek, és úgy ünneplünk közösen, hogy mindenki el fogja mondani a kedvenc versét, a muzsikusok megzenésített verseket muzsikálni, a néptáncosok egy csodálatos koreográfiát csináltak József Attila egyik versére. Azon kívül lázasan készülődtek az iskolások, különböző alkotóstúdiók, tehát körülbelül 150 kép van itt kiállítva. Ezeknek egy része József Attila medáliák című művére született, az általános iskolások alkották őket. Ez a vers nagyon-nagyon fontos számunkra, tele van szimbólummal, és ami miatt érdekes számunkra ez a kiállítás, az, hogy különböző korosztályú embereket hogyan ragad meg, és képileg hogy tudják leképezni ezeket a szimbólumokat. Nagyon-nagyon érdekes számunkra, hogy az óvodások, a kisiskolások talán azok, akik a legfogékonyabbak voltak erre, és a legszínesebb, legizgalmasabb képeket alkották. De nem csak a Medáliák című versre születtek alkotások, hanem a Gegart Festő Stúdió tagjai is alkottak. Ők maguk választotta a verseket, formáltak képé. A mai rendezvényünk címe nem az, hogy költészetnapi műsor, hanem az, hogy versünnep. Nagyon sokan fogunk itt együtt ünnepelni. Már reggel elkezdődött ez az ünneplés, hiszen van egy versfalunk, ahová mindenki kiposztolhatta, kitehette a kedvenc versét ide a művelődési házba. Jöttek iskolások is, idősek, fiatalok, úgyhogy már lassan tele van a versfalunk, pedig még nem is kezdődött el a rendezvény. Azt remélem, hogy egy kötetlen, jó hangulatú, együtt verselős, a végén majd együtt nótázós, jó hangulatú rendezvénnyel fogunk itt együtt ünnepelni.
Mennyire fontosak a mai világban ezek a versek? A költészet egy csoda. Tehát a mai világban, amikor a legtöbb ember bezárkózik, hihetetlen dolog az, hogy valaki, a költő megengedi azt, hogy belelássunk a lelkébe. Tehát levetkőzteti a lelkét, elmondja helyettünk azokat az érzéseket, amiket nap mint nap megélünk, kifejezi sokszor a kifejezhetetlent. Azt gondolom, hogy aki ezzel együtt él és birtokba tudja venni ezeket a költeményeket, az sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb ember. Mondhatjuk azt, hogy a versek azok nem csak szórakoztatnak, hanem tanítanak, oktatnak minket. Tanítanak, oktatnak, és még valamit csinálnak, tehát sokszor van olyan fájdalmunk, olyan örömünk, amit úgy élünk meg, hogy egyedül vagyunk ezzel. És hogyha az ember a kezébe vesz egy verses kötetet, akkor rádöbben, hogy nem, ezek közös fájdalmak, mert ha semmi ágán ül szívem, és kis teste hangtalan vacog, akkor ez egy galaktikus érzésé tud válni, mert köré gyűlnek szeliden, és nézik a csillagok. És hogyha megtalálod azt a verset, ami egy adott lelkiállapothoz kötődik, akkor sokszor fel is tudod oldani a saját problémáidat ebben a közösségben. Az eseményre érkező vendégek közül bárki kitehette kedvenc versét az erre a célra kialakított versfalra. Így tett a város polgármestere is, aki szintén kihelyezte a legkedvesebb költeményét. Az ünnepi alkalom programjáról ez alkalommal sem hiányozhatott a filmvetítés, a közös versmondás és a költők bemutatása sem. József Attila lelkéről Bege Nóra tartott előadást. Nagyon fontos arról is beszélnem, hogy milyen családból származott. Édesapja román származású volt, alig tudott magyarul. Édesanyja Szabadszállás környékén született, egy nagyon szegény családban. Férhez akarták adni, és a család elzavarta, miután nem akart férhez menni. Itt találkozott össze József Áronnal, akivel 19 évesen költözött össze. Három gyermekük született vadházasságban, ezt ugye annak idején így mondták, abból kettő meghalt, Jolán maradt egyedül életben. 1900-ban vett el feleségül a mamát, és utána született meg Kálmán, aki 2 évesen halt meg, majd Etelka. A mama iszonyatos gyászban volt végig, hiszen nem tudta feldolgozni a gyermekei halálát, és így lett terhes József Attilával. Édesapja nem nagyon szeretett volna már gyermeket, és azt mondta a mamának, hogy megöli a gyermeket, hogyha nem fiú lesz. Aztán egy jós álmot látott egy éjszakán, ahol egy őszöreg ember azt mondta neki, hogy fiúgyermek fog születni, és ez a fiúgyermeket nevezel Attilának, mert olyan különleges lesz, hogy mint annak idején Attila Isten ostora. 1905. április 11-e estéjén született meg, 2 nappal Júdás után József Attila 5,5 kilósan. A mama majdnem belehalt ebbe a szülésbe, és utána nem is nagyon tudott foglalkozni a gyerekkel. Viszont a papa örült, és sokszor volt otthon. A versmondók között volt a település polgármestere is, aki Aranyosi Ervin Tapasztald meg az Álmodott csodát című versét olvasta fel. Nem érdekel, ki voltam, ki vagyok. Magam mögött sok lábnyomot hagyok. És lesz majd olyan, aki nyomomba lép, és a változom, nem változik a kép. És tőlem is változik a világ, és csodás dolog az újabb élni át. Mikor tudom, ezt hittem létre én. Kigondoltam, és elindult felém. A versek mellett ének, szó, zene, tánc és persze vetélkedés is műsorra került. A Totó során közismert versek, költemények kezdő sorát kellett folytatni a jelenlévőknek, aki elsőként tudta az adott verset, ajándékba könnyezőt kapott.
így a televíziónk tulajdonosa is, aki kedvenc versét, a Dunánál című költeményt folytatta. A Kenderes Néptánc Együttes József Attila Gyöngy című versére adott elő koreográfiát, míg a Harmónia Zeneiskola tanárai pedig többek között József Attila Kertész leszek című versét is elénekelték. Pécelen elsősorban Kosztolányi, Adi és József Attila költeményekkel tették színvonalassá a programot, de új arculatot is adtak a költészet napjának. Ismeretes, hogy tavaly rendhagyó irodalomórát tartottak, idén viszont arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy kedvenc versekkel díszítsék fel a Kúria rendezvényház kerítését. Az új kezdeményezés hamar sikert aratott. A Magyar Költészet Napját Pécelen hagyományteremtő céllal rendeztük meg idén is, bár a 2018-as évből elmondható, hogy egy új arculatot szerettünk volna adni idén ennek a programelemnek. Az elmúlt évben egy nagy népszerűségnek örvendő rendhagyó irodalomórának adtunk helyet a Magyar Költészet Napján a Kúria rendezvényházban, de a 2018-as évben felhívtuk a város lakosságának a figyelmét arra, hogy a Magyar Kultúra napja alkalmából versekkel díszítsük fel a Kossuth teret, pontosabban a Kúria rendezvényház fő bejárata előtt lévő kerítést, amelyre a kollégáim segítségével úgymond egy nagyon látványos versfüzér sikerült felfűzni. A kezdeményezés kapcsán a város lakói saját költeményüket, illetve kedvenc költőjének a verseit küldték el ide a Kúria rendezvényházba, amelyek mi, mint említettem a kollégáimmal, füzér formájában itt a Kúria rendezvényház kerítésére tűztünk. Nagyon kellemes meglepetés ért minket, hiszen több mint 100 alkotás érkezett be a város lakosságától, beleértve a felnőtteket, a nyugdíjasokat, sőt a diákok is nagyon aktívak voltak itt Pécelen, mert tényleg szebbnél szebb költemények érkeztek, és nagyon magas azoknak az alkotásoknak a száma, amelyek a lakosok saját tollából erednek, úgyhogy ennek mi nagyon-nagyon örülünk. Mi lesz a verseknek majd a sorsa, hiszen egy idő után azért innen lekerülnek majd a kerítésről? Még egy jó pár napig biztosan a város lakosságának az örömét szeretnénk azzal szolgálni, hogy itt kint hagyjuk a Kúria rendezvényház kerítésén ezeket a verseket, mert ugye nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy aki esetleg nem jutott el a hír, hogy április 11-én ezek a versek kitűzésre kerülnek itt a rendezvényház előtt, de az a célunk tehát, hogy minél többekhez eljusson, és azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy a városban híre megy annak, hogy ilyen programkezdeményezés van, és tényleg egyre többen és egyre többen olvasgatják itt nap mint nap ezeket a verseket, és ezt követően van, aki jelezte azt, hogy szeretné, hogyha visszakapná ezeket a verseket, aki pedig nem tart rájuk igényt, azokat a verseket természetesen továbbra is itt megőrizzük a Kúria rendezvényhez, és biztos vagyok benne, hogy lesz még olyan kulturális esemény, ahol rendkívül impozáns díszletként szolgál majd. Gyálon az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban megrendezett versünnepen órákon át szavaltak a megjelentek. Igazi kultúrmissziónak tekinti az eseményt a Gyáli Nyugdíjas Pedagógus Klub, amelynek tagjai hosszú évek óta azért szervezik a költészetnapi ünnepet, mert egykori pedagógus... Városunkban ez elég nagy esemény, mert rengeteg vers szerető, irodalom szerető ember van. Jó magunk pedagógusok voltunk és vagyunk, és tisztünknek érezzük azt, hogy most is próbáljuk a kultúrát terjeszteni. Örülünk neki, hogy a város intézményei segítenek ebben, hiszen az aprócska óvodásoktól a 80-90 éves idősebb emberekig mindenki szívesen jön, szaval nálunk. Itt nem csak verseket mondunk, hanem el is énekeljük őket, megzenésített verseket hallgatunk. Az idén többek között Petőfi Sándor, Vas Albert, Karinti Frigyes, Vörös Sándor, és még sorolhatnám, sok-sok évfordulós költő versét adjuk elő. A szavalás mellett
kultúrát, ismeretet is terjesztünk, kiállítást rendezünk a költők életéből, a költők műveiből. Totót állított össze kollégánk, aki a Totót helyesen kitölti, 13 plusz 1 találatot ér el, az ajándékkönyvben jutalomban részesül. Nem csak itt a közösségi házban foglalkozunk ezen a napon a versekkel, hanem a rendezvényünk előtt az iskolák, óvodák, a közösségi ház elé is kitettünk verseket, és örömmel láttam, hogy milyen sokan megállnak és olvasgatják, sőt mondják is azokat a verseket, amik annyira ismerősök, mert tanulták. Idősek, fiatalok egyaránt. Ez egy kultúrmisszió, és szeretnénk továbbra is folytatni, és köszönünk minden segítséget ebben. A mai nap folyamán kicsik is ellátogatnak erre a neves eseményre. Kik jöttek el, honnan érkeztek? A Gyáli Lilium óvodából és a Tátika óvodából jönnek az apróságok. A Zrínyi iskolából, Ady Endre iskolából és a Bartók iskolából is jönnek gyerekek, szavalnak. Olyanok, akik szeretik és értik a verset. Köszönjük a tanáraiknak a felkészítést. Nem hivatásos versmondókra számítunk. Nagyon sok nyugdíjas fellép, a klubunk tagjai, a többi civil szervezet, a többi nyugdíjas klubnak a tagjai is énekelnek, szavalnak, életrajzot mondanak, mert ezt is fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjünk a költőinkkel, többet tudjunk meg róluk. A mai internetes világban mennyire fontos ez? Hát a versek azok a lelkünket szépítik, és bizony ez mindenkire ráfér, minden korban, még az internetes világban is. Csokonai Vitéz Mihály 245 éve, 1773-ban született Debrecenben. A magyar felvilágosodás legnagyobb költője. Mindössze 32 évet élt, de hatalmas életművet hagyott magunk után. A kor valamennyi stílus irányzata helyet kap műveibe. A klasszicizmus, a rokokó, a szentimentalizmus, a népiesség. Költeményeink kívül írt színművet, a Méla Tempefői, Bohózatot, az Özvegy Karnyoni, valamint Vigepozt Dorottya címmel. Már diákkorában kitűnt versenyzési tehetségével, felvilágosult nézetei és tanítási módszerei miatt távoznia kellett a debreceni kollégiumból. Elkezdődött számára a vándorlás évei a megélhetésért és elismerésért folytatott keserves küzdelem. Rendkívül tehetség ellenére sem ismerik el, nem akad egyetlen mecénás sem, aki támogatná. Magánélete szerencsétlenül alakul, élete nagy szerelmét, Vajda Juliannát, akit verseiben Lillának nevez, férhez adják egy gazdag kereskedőhöz. Ekkor születik a Reményhez című csodaszép költeménye. Testileg, lelkileg meggyötörve tér haza Debrecenbe, alkalmi versek írásából él, és egy ilyen alkalmi vers elmondása közben megfázik egy temetésen, és 32 évesen, 1805. január 28-án meghal. Csokonai Vitéz Mihály a Reményhez. Földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény, ki teremt magának a boldogtalan, s mint védangyalának bókol untalan. Síma száddal mit kecsegtetsz? Miért nevetsz felém? Kéteskedvet miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj magadnak, bíztatón valál. Hittem szép szabadnak, mégis megcsalál. Négy nappal a költészet napja után címmel Farkas Évi színművész várta a kicsiket és a nagyokat maratoni verses műsorára zenével és sok-sok vidámsággal a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárba. A színes és változatos előadásra bárki akár műsor közben is beléphetett. A műsorban Metzker Pál hangszeren közreműködött, technikai segítők Csinos Zoltán és Mit József voltak. Az ötletgazdát kérdeztük az esemény előtt. Ez nem csak rendezem, hanem ez az én vers maratonom, az én tisztelgésem a költők és a költészet előtt. És az a szándékom mindig, hogy tiszteletemet fejezzem ki, és sok-sok verset megismertessek a nézőkkel. Ez a versmaraton abban különbözik más maratonoktól, hogy
különböző témákba 5 óra hosszán át megy, és a gyerekektől egészen 18 év felüliekig óránként változik a műsor. Egy nagy merítésből, különböző versekkel, és nem csak egy száraz, idézőjelben a száraz szót versfelolvasás, hanem sok zenével, dalokkal, beszélgetésekkel fűszerezve. Így szeretnék egy nagyon kellemes délutánt szerezni a nézőknek, a zenészbarátaimmal, valamint, mint ahogy mondtam, tisztelegni a költészet és a költők előtt. Én azt tapasztalom, hogy ha ékes magyarsággal, hogy oda vannak érte. Ha valaki már ide talál, az nagyon jól érzi magát, és egyre este felé mindig egyre többen jönnek. Úgy látszik, ebéd után még nehéz ide csalni, de aki eljött, az nagyon jól szórakozik, és jól is érzi magát. Még kis meglepetések is vannak, és barátságok is szövődnek, és jó hangulat. Mai nap is 5 részből áll. Az első rész az ovisoknak, kis gyerekeknek, második rész kicsit nagyobb gyerekeknek, harmadik, negyedik és ötödik rész az inkább felnőtteknek, de bárki megnézheti. A negyedik rész pedig kifejezetten a gyáli irodalmi szalon költőinek a versei hangzanak el. Macska csapat tetre készen gyülekezik. Nézd csak a képen! Aj, mennyi cica van ott, látod? 3 ül fölül, 1 a résen, bámlépen, 2 a ház mögül lépelő, másik, mert csúszik a tető, le akar jutni éppen, ereszkedik tyúk lépésben. 3 közül, kik ott fölültek föl a lécre, egy a talpát nyalja, másik a deszkát kaparja, a harmadik kiáll középre. És így nyavint a macska népse. Macskincok! Cirrosok és foltosok, okosak és balgák! Egy szóval az összes macskák, figyelem! Zenekar alakul este, s játszik a világnak. Lesz abban hely minden sztárnak, öregnek meg kismacskának. Jöjjön ki zenélne, netán tud is. Kivételes esetben lehet muzsikus is. Ülön a Hajcsár utcai vizetemelőnél, eddig 3 irányból érkezett a szennyvíz kultúra hiányából fakadóan a mindenféle hulladékot tartalmazó szennyvíz. A szivattyúk tönkre menetelét megakadályozandó, az elöntés megelőzése érdekében a több 10 millió forintos beruházás első részeként a héten kiépítették a tolózárakat. Jelenleg kizárás előkészítő munkáratai zajlanak. Az átemelőben 3 irányból érkezik, gravitációsan szennyvíz csatorna vezeték, ezért a 3 vezeték feltárásra kerül, mint a mögöttem látható munkagödrök kialakításra kerülnek, ahová a hét folyamán 3 darab tolózár kerül beépítésre. Amikor ez megtörténik, akkor kizárhatóvá válik az átemelő, és fel fognak majd vonulni a kollégák a munka folytatására. Az a következő ütemben úgy fog kinézni, hogy a beépített friss tolózárak elzárásra kerülnek. Az elzárás során visszatorlódó szennyvíz szippantó gépjárművek igénybevételével elszállításra kerülnek, és közben az átemelő térbe a meghibásodott nyomóvezeték kijavítása megtörténik. Majd, mint a képeken is láthatják, az átemelőbe beletekintve 3 irányból érkezik be szennyvíz az átemelőbe, és eléggé darabos ez a szennyvíz, mondhatjuk úgy, hogy gyakorlatilag a szennyvíz kultúra hiányát mutatja, mert mindenféle szemetet, szó szerint szilárd hulladékot is belejuttatnak a szennyvízhálózatba az üllői lakosok, illetve, mint ahogy látható a szivattyú, illetve az átemelő tetején nagy mennyiségben úszó, rongyos, szövetes, szálas textil szennyeződést. Ez nagy része a WC-be bedobált, kisbabáknál használt popsitörlő, nedves WC-papír, illetve esetleg női higiéniás termékek. Ezután is szeretnénk kérni a tisztelt fogyasztókat, hogy akik ilyet használnak, azért annak megfelelően a illemhelyen elhelyezett kukába legyenek szívesek ezt bedobni, és ne a WC-be húzzák le. Ezek a szálas anyagok a szivattyúkat eldugítják, illetve
az átemelő vezérlését, szivattyúk működtetését biztosító úszókapcsolókra rátekerednek, szivattyúk nem indulnak be, vagy esetleg előfordulhat az, hogy fölakad az úszókapcsoló és túlszívja magát az átemelő, ezáltal előfordulhat, hogy szárazon fut a szivattyú, minden eset, tehát magyarán mondva vagy így, vagy úgy, de egyrészt a szivattyúk tönkre menetelében jelentős szerepet játszanak be, és hogyha ez bekövetkezik, az itt lévő lakosság szó szerint megissza ennek a levét, mint ahogy már a Williams TV-nek régebbi felvételén is láthatták, hogy a házak, az itt lévő házak Erdősor utcába, Mikszáth utcába, Mátyás Király utcába elöntésre kerülnek. Mikor várható a beruházás vége? Hát ez egy hosszabb beruházásnak ez most az első lépcsője. Ez gyakorlatilag a tolózára kiépítése, mire ez a felvétel adásba kerül, már az megvalósul, és utána a következő hónapokban folytatódik egy újabb beruházás, aminek kapcsán az átemelő elé két darab akna kerül telepítésre. Az egyik aknába összevezetésre kerül az a három vezeték, hogy ne három irányból menjen be az átemelőbe a vezeték, hanem csak egy irányból. Tehát az egy aknába össze lesz gyűjtve, és utána ebből az aknából át fog folyni a szennyvíz egy másik aknába. Ebbe az aknába egy úgynevezett kimondott szennyvíz daráló berendezés kerül elhelyezésre. Azért ez ilyen több 10 millió forintos beruházás, amire sajnos azért van szükség, mert olyan a szennyvíz összetétele, amilyen. Mondhatnánk azt, hogy elvileg a problémák meg fognak oldódni itt ülön a Hajcsár utcánál. Igen, tehát gyakorlatilag az a probléma meg fog oldódni, hogy remélhetőleg nem fognak meghibásodni a szivattyúk, de ez mind az önkormányzatnak, mind a vízműnek több 10 millió forintjába fog kerülni. Gyakorlatilag egy ilyen daráló berendezés már Vecsésen a szippantott szennyvízelőkezelő telepen működik. November óta ott jó hatékonysága működik, mert mióta beépítésre került, azóta szivattyú eldugulás nem történt. De azért mondom, hogy ez viszont több 10 millió forintos beruházás, és ez megspórolható lenne azzal, hogyha a szennyvízhálózatba csak az kerülne, ami odavaló. A könyvtárosok április 14-i világnapja az Amerikai és a Nemzetközi Egyesület kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy egy napon erre az évezredes hivatásra irányuljon a figyelem, amely az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott. Ülön a Varga Gyula Városi Könyvtárban szerveztek az olvasóknak programokat. Valamennyi ülői könyvtáros ősz koncsos parókát öltött a Varga Gyula Városi Könyvtárban szervezett programra, ahol a tudásom fáját és a tudás gyümölcsét is megtekinthették az olvasók. A könyvtár vezetőjével arról is beszélgettünk, hogy a 21. században a nyomtatott könyvekről a digitális felé megy a fő irányvonal, tehát a könyvek mellett az információkkal is dolgoznak, feldolgozzák őket, hogy a felhasználók minél könnyebben megtalálhassák azt, amit keresnek. Az általános elképzelés az egy könyvtárosról, hogy nagyjából így néz ki, szemüveget hord, állig gombolt blúzban van, és állandóan olvas. Vagy ha nem, akkor biztos, hogy csendet kér. És úgy gondolom, hogy azért akik ide járnak az Üllői Varga Gyula Városi Könyvtárba, már megismerhettek minket arról az oldalunkról, hogy vidámak vagyunk, és mindig kitalálunk valami különlegességet, amivel megpróbáljuk bevonzani ide az olvasókat. Ilyen ez a mostani délelőtt is, úgyhogy ide várunk minden kedves vendéget, különlegességekkel elkészítettük a tudásom fáját, ugyanis egy som fa látható a hátam mögött, amire különböző könyvek borítóit apró méretben elkészítettük, ezzel díszítettük fel, és hát a tudás gyümölcse is elhelyeződött itt a fának a tövénél, abból lehet mindenkinek választania, az alma az egészséges, úgyhogy szeretnénk, hogyha mindenki jó emlékkel menne el innen, de hogy egy kicsikét viccesre is vegyük a formát még ennél is, különféle könyvtáros vicceket olvashatnak, illetve könyvtárosokkal kapcsolatos vicceket, amik ki vannak helyezve az asztalra. Másrészt pedig olyan könyveket is leválogattunk, amelyeknek a borítói vagy pirosak, vagy kékek, vagy lilák, mert előfordul, hogy bejön a kedves olvasó, és azt mondja, hogy ú, láttam kedves itt egy könyvet, nem emlékszem, hogy mi volt a címe, de a színe a borítójának piros volt, és akkor ilyenkor mit csinál a könyvtáros? Elindul és keres, és lehetőség szerint megtaláljuk a kedvenc könyvét az olvasónak. Mennyire népszerű itt ülön a Varga Gyula Városi Könyvtár?
reményeink szerint nagyon népszerű, ezt különböző rendezvényekkel próbáljuk alátámasztani, nagyon sok vendégünk van, gondolunk azokra is, akik nem csak olvasni szeretnének, de különböző rendezvényeken szeretnének részt venni itt a könyvtárban, hogy ismeretterjesztő előadásokkal, gyermekrendezvényekkel, diavetítésekkel és ilyen jellegű programokkal is várjuk ide az olvasókat és érdeklődőket. A helyi polgármester Kisné Szabó Katalin is meglátogatta a Könyvtárosok Napja rendezvényt, ahol a gyermeksarok is nagy népszerűségnek örvendett. Az eseményen kiállítás keretében mutatták be azokat a szobrokat, amelyeket a kiselejtezett és rossz állapotú könyvekből hajtogatott Fehérné Fazekas Anett Rita. A könyvtáros már másfél éve foglalkozik a hajtogatással, és mint megtudtuk tőle, egy 5-600 oldalas kötet általában 5-8 óra alatt készül el, ölt végleges formát. Nem kevesebb, mint 20 millió forintot különített el Üllőváros önkormányzata az önkormányzati utak korszerűsítésére, a kártyúk megszüntetésére. A felújítási munkálatok hamarosan megkezdődnek. Maga az úthálózatunk, ami önkormányzati kezelésben van, az több mint 45 kilométer. Ezekben vannak olyanok, amikben nincs kátyú, de a legtöbb a régikben sajnos vannak kátyúk. Ezt majd utána tudjuk megmondani, amikor már a pontos felmérések megvannak. Annyit tudok mondani, hogy a képviselőtestület 20 millió forintot biztosít ebbe az évbe a költségvetésbe a kátyúzásokra, és reméljük, hogy ez az összeg elég is lesz, hogy meg tudjuk szüntetni a kátyúkat a nyár folyamán. A képviselőtestület elfogadott egy Üllővárosára egy teljes közlekedési koncepciótervet, azoknak el lett fogadva, hogy kikészíti. A lakosság is meg lett kérdezve, nagyon sok javaslat érkezett be, de a szakemberek ezen dolgoznak. Hát előfordulhat, hogy itt változások lesznek akkor a közlekedésbe az önkormányzati utakon. Viszont beruházások is fognak indulni. Májusban fog indulni a Deák Ferenc utca, ami teljes felújítása lesz, ugye innét az önkormányzat mögötti résztől ki a vasútig, bicikli úttal, vízelvezetéssel és fásítással. A felújítások alatt a közlekedés változik esetleg itt Üllőváros területén? Természetesen, ha a beruházások megindulnak itt a Deák Ferenc utcában, teljes útfelület felújítása, akkor ez szakaszosan le lesz zárva, hol a jobb oldal, hol a bal oldali sáv, és itt akkor kérjük a lakosság türelmét arra az időre, amíg ez készül, addig nehézségekbe fog ütközni a közlekedés. Az ütemtervnek megfelelően halad, így szeptemberben már elfoglalhatják a gyári ovisok a teljesen újjáépített 180 férőhelyes 6 csoportszobával, torna és sószobával is felszerelt Klapka utcai intézményt. A polgármesterrel a helyszínen beszélgettünk. Ugye hirtelen ez a jó idő megérkezett, ez egy nagyobb lendületet ad az épület elkészítésének, és hát reményeink szerint a határidő tartható lesz. Rövidesen ugye szorulnak ki innen most már a könyvesek, jönnek a szakipari munkák, a burkolás és a hasonló tevékenységek. A képviselőtestület e hónap végén fog dönteni a külső munkákról, a játszótér, a parkosítás és ilyen munkákról. Azt gondolom, hogy az augusztusi határidő tartható, és szeptember elején jöhetnek a gyerekek, jöhetnek vissza a pedagógusok, a más oldalba elhelyezett gyerekek jöhetnek vissza, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép évnyitó lesz ebben az évben is, mint az elmúlt három évben, mert az elmúlt három évben folyamatosan óvodákat újítottunk, föl újjáépítettünk, megújítottunk kívül belül. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos a városnak, hiszen az összes közintézményünk ebben az évben rendben lesz, és utána fordíthatunk, hogy így mondjam, a város szépítésére, csinosítására nagyobb összegeket. Ugye 180 férőhelyes lesz ez az óvoda, 6 csoportszoba, tornaszoba, sószoba, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy 21. századi feltételeknek, körülményeknek mindenben meg fog felelni. Igen, hát erre törekedtünk minden óvodánál, mert a múlt évszázadit teljesen fölösleges építeni, hiszen azok olyanok voltak, azért kellett lebontani, mert az összedűlés határán voltak, és az igényeknek nem felelt meg, és nem is tudtunk benne bővíteni, nem is tudtuk volna ilyen szolgáltatásokat elhelyezni a régi épületbe, ezért döntött úgy a képviselőtestület, hogy nem azt oldozza-fódozza, hanem egy teljesen vadonatújat, aminek a dokumentáció is megőrizhetőek lesznek, és nem ilyen családi házakban, meg ilyen helyeken lesznek a gyerekek. Ez az óvoda építés ebben a városban 1992 óta tart, hiszen 92-93-ban a Bartók tagóvoda épült meg, ugye az idén már azt is bővíteni kellett, azután a Tátika óvoda épült meg, aztán a Lilium óvodát újítottuk föl, és ugye most
most a Tátika óvodának a főépületét teljes egészében újjáépítjük és újat építünk. És hát ugye itt nem csak arról van szó, hogy újat építünk, hanem belülről is az óvodák nagyon komoly szolgáltatásokat nyújtanak a gyári óvodásoknak. Kimerem jelenteni, hogy hasonló színvonalú vagy helyenként még magasabb színvonalú és az oktatás, a szolgáltatás, mint a magán óvodákban, plusz költségek nélkül. És hát polgármester úr, megkerülhetetlen a kérdés, itt van a baby boom, a Bóbita bölcsődébe készült interjúkból is kiderül, hogy csak akkor lesz férőhely, ha üresedés lesz, várólistákat kell már a bölcsődébe is létrehozni. Itt az óvodákban mindenkinek lesz a helye? Hát az óvodában mindenkinek lesz helye, én azt gondolom, amikor ez az óvoda is megnyitja kapuit, akkor 22-23-24 fős csoportokba tudjuk a gyerekeket felvenni. Hát évente 200-210 gyermek születik, gyára beiratnak ebből 180 gyermeket, tehát egy óvodányi gyermeket iratnak be évente. Most éppen azt beszéltük a napokban, hogy az iskolába 160-170 gyermeket iratnak be, de gyára itt mindenki el van helyezve, ez a létszám nem szokott sokkal többen lenni, plusz-minusz 10-15 fő, és azt gondolom, hogy a korábbi 32-34-es létszámok itt megszűnnek, de ha bővíteni kell, akkor 26-27-28 főre is fel tudjuk a csoportokat az egész városban, ami igen nagy számú, tehát 200 fő fölött is föl tudunk venni az óvodába a gyerekeket, de ha ez az óvoda itt megnyit, akkor kényelmesen el fognak férni ezek a gyerekek ezekbe az óvodákban, és ugye a létszámot nem csökkentjük, hanem ugyanannyi lesz a létszám, mint korábban volt, illetve csoportbővítés lesz, ahhoz pedig veszünk fel alkalmazottakat. A jó idő beköszöntével már a Bóbita bölcsődében is a szabadban játszanak a kicsik, akiknek a tavaszias időjárás és a friss levegőn tartózkodás is igazán jót tesz. A gyári bölcsődében megtudtuk, hogy a beiratkozás folyamatos, viszont felvétel csak üresedés esetén, illetve várólista alapján történik. A bölcsőde vezetőt a tavaszi intézményi programokról is megkérdeztük. Gyerekek és szülők egyaránt nagyon jól érzik magukat, ezt mi nagy örömmel vesszük. Kollégák megtesztek mindent azért, hogy ez így legyen, nagyon sokat dolgoznak érte, és hát a tavasz természetesen mindenkinek már nagyon jól esik, azt gondolom, a szabad játék mindennél többet ér a gyerekeknek a friss levegőn való tartózkodás. Nagyon sokan vannak itt az udvaron, kicsik. Milyen most a jelenlegi kihasználtságuk? Hát a jelenlegi kihasználásunk a 105 fő, egyébként 108 fő a bölcsőde befogadó képessége, de a korcsoportok miatt nem tudunk fölvenni több gyereket, hiszen nagyon sok a két év alatti gyermek bölcsődénkben. És akkor beszéljünk a beiratásról is, ugye ha jól tudom, akkor önöknél nem időponthoz van kötve, hanem? Folyamatos a beiratkozás a bölcsődébe egész évben. Tulajdonképpen ezt úgy nevezzük, hogy egy várakozó listát vezetünk, de a felvételre csak akkor tud sor kerülni évközben, ha megüresedett helyek vannak, és ezt töltjük föl, és így tudunk még a mai napon is például szoktatni gyermeket. Szabad férőhelyük akkor nem sok van? Nincs szabad férőhelyünk, és egyre kevesebb lesz. Ez mind a kormány családpolitikai intézkedésének köszönhető? Tehát nagyon sok gyerek született az elmúlt években egy gyáron is. Én azt gondolom, hogy igen, hiszen, ahogy az előbb említettem már, egyre több a két év alatt jelentkező, nagyon sok egy-másfél éves gyermekünk van, egy-két éve egyre többen fiatalabb korba iratják be gyermekeiket a bölcsödébe, és a tavalyi évben, szeptemberkor, az induláskor a várakozó listán körülbelül 10-15 fő maradt, akit nem tudtunk akkor rögtön fölvenni, de ebben az évben, hát a szülők számára sajnos ez rossz hír, azt gondolom, hogy nagyon sokan lesznek azok, akik nem tudnak bekerülni rögtön szeptembertől, hiszen már most lehet látni, hogy legalább 130%-os a túljelentkezés, de ez még csak nőni fog, én úgy gondolom. Mit telt ilyenkor a szülő? Mit tudunk nekik ajánlani? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon nagy probléma. Sajnos intézményi szinten mi ebben nem tudunk sokat segíteni, hiszen törvényi szabályozások szerint működünk, ezeket nem lehet megszegni. Sajnos ez a probléma akkor továbbra is a családokon fog maradni, nekik kell megoldani.
Milyen programokkal várják a bölcsődéseket? Mit terveznek tavaszra, nyár elejére? Hát ugye a nyuszivároson túl vagyunk, most a Föld napján, bár a kicsiket is igyekszünk természet közelbe vinni. Igaz, hogy itt helyben, de virágot fognak ültetni kis virágládákba, ők fogják a kis lapáttal beásni a földbe a virágokat, és akkor meglocsolgatják. Itt fog egész nyáron nekik pompázni, és akkor gondozhatják továbbra is. Akkor még ugye a gyereknap az minden évben nekünk a fő attrakció, úgyhogy egy nyitott délelőtt formájában fogjuk az idén megrendezni, és egy délelőtti nap, és ez egy nyílt nap is a bölcsödében, és akkor a szülőkkel együtt, most nem egy külön rendezvényként, hanem mint egy átlagos bölcsödei nap, de mégis a gyermeknap jegyében fog eltelni. A szülők aktívak az ilyen közös rendezvényeken? Igen, nagyon szeretik a szülők a rendezvényeinket, általában nagy létszámban is megjelennek, és azt gondolom, hogy még az bölcsödéből elment gyerekek is visszajárnak ide, és akkor a rendezvényeinket szívesen látogatják. A maglodi 8-os diákok számára továbbtanulás szempontjából a gimnázium és a szakgimnázium a nyerő intézménytípus. Az idén 4 8-os osztályunk van, közel 100 tanulóval. Milyen irányba felvételiztek? Van-e tendencia, van-e sláger szakma, és mik a visszajelzések? Hát a visszajelzések az, hogy igencsak nehéz volt a felvételi ebben a tanévben, az írásbelire gondolunk, és általában gimnázium, szakgimnázium, ahogy az eddigi években is volt, ezek a nyerő iskolatípusok, amiben gyerekeink jelentkeztek többségében. Egy-egy ilyen visszacsatolás után levonnak-e önök valamilyen következményt arra, hogy a leendő ötödikeseket másképp kellene, más irányba, nem azért, mert esetleg önök nem jól csinálták eddig, hanem mások a követelmények, az elvárások vagy a tendenciák? A követelmények azok évről évre változnak természetesen. A nagy átlag az az, hogy igazándiból mindenre megpróbáljuk őket felkészíteni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz majd 4 év múlva, 5 év múlva ezekkel a gyerekekkel. Az önök iskolájában nagyon erős a művészeti tagozat, a zene, a tánc, a rajz, festészet. Veszik-e hasznát a gyerekek a továbbtanulás során? Mindenféleképpen úgy gondolom, mert egy gyermek megtanul fegyelmezetten zenélni, énekelni, táncolni a másik társára odafigyelve, sokkal jobb az időbeosztása, sokkal jobban tud bírja a terhelés majd ezután. Tehát mindenféleképpen óriási haszna van az egyebek mellett is. A művészeti iskola igazgatóhelyettese kameránk előtt arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban nagyon sűrű programjuk volt a festészeti tanulóknak, akik szép eredményeket is szereztek, és már tehetséggondozó szakkörük is létezik. A pedagógus szerint a művészeti iskolások személyisége csodálatosan alakul, vélhetően nagyon harmonikus egyéniségük lesz. Ezen a tavaszon nagyon sűrű problémájuk van a festészeti tagozatnak, és folytatják a tavalyi jó eredményeiket. Egy kicsit visszamutatok, tavaly volt olyan országos verseny, ahol az iskolánk tanulói a legtöbb helyezést hozták el, és ez nagy büszkeséget okozott. Idén 3 országos festészeti versenyre neveztek a tanulók, ezek mind jelig és beküldött munkával lehetett nevezni, és nagy örömünkre mind a 3-ra számos tanulónkat behívtak. A legelső, amin már eredményeink is vannak, ez az 7. országos festészeti verseny, amit a Hubai Művészeti Iskola rendezett Budapesten. Ide 7 tanulónk jutott be. A döntőben 1 második és 2 harmadik helyezést tudtunk elhozni. Vavrik Rella 2. lett, és Lukács Anna és Szemő Kata 3. helyezést ért el ezen a versenyen. A felkészítés ezekre a versenyekre egy tehetséggondozó szakkör keretében zajlik, és még 2 versenyünk van hátra, az egyik Egerben. Oda legnagyobb örömünkre 11 tanulónk jutott be, és nagyon kíváncsian várjuk. A verseny Parafrázis címmel zajlik, egy-egy ismert festő munkáját kiválasztva, a gyerekeknek átdolgozva, tovább gondolva kell ott egy alkotást elkészíteni. Bajdacsontomajon egy tárgykészítő tanulmányi verseny, nagyon érdekes, más típusú, mint az eddigi versenyek. Idén egy cipőt kellett a gyerekeknek elkészíteni, aminél nem volt cél, szempont, hogy
hordható cipő legyen, hanem hogy egyáltalán a cipő kapcsán nekik milyen művészeti elképzelésük alakul ki. Természetesen nagyon sok olyan mű is készült, ami abszolút hordható cipő lenne. Ezek alapján több tanulónkat behívtak oda is, 6 tanulónk utazik az országos versenyre, ez június 2-án lesz, és nagyon szorgosan készülnek már arra a versenyre is, ahol egy kis portfóliót kell majd bemutatni egy üzlet részlettel, ami az elkészített cipőhöz kapcsolódik. A felkészítő tanáraik Csépe Milla és Kálmán Nánási Zita jelenleg is a festészeti felkészítő tanfolyamon, illetve szakkörön gőzerővel dolgoznak, és nagyon várjuk a jó, további jó eredményeket. Vajon mi lehet a recept, hogy egy vidéki általános iskola ilyen országos eredményeket ér el a gyermekanyagban, a nevelőkben, vagy miben látja ön az eredményességet? Én a legfőbb értéket az iskolánkban mindig is a pedagógusokban láttam, és ez most is így van azóta is. Természetesen évről évre javulnak a feltételeink, illetve a kiválasztás. Alsó tagozatos tanítónénik segítik, sőt már óvodában jó kapcsolatot alakítottunk ki a óvónőkkel, és már ott jelzik esetleges tehetséges gyermek felbukkanását, de a évek óta tapasztalatunk, hogy a tehetség egy dolog, a szorgalom, és a hozzáadott érték, amit tanárainktól kapnak, az sokkal erősebb már 7.-8. osztályra, mint önmaga a tehetség. Egy általános iskolának nem feltétlen a rajztanítása szokott lenni a legerősebb tantárgya. Mi az, amit ad pluszt a gyerekeknek az, hogy a képzőművészetben ilyen mélységig belemerülnek, a személyiségük hogyan változik ettől? A személyiség az nagyon csodálatosan alakul. Hát itt több művészeti ág van, és ezek egymásra hatása, amit szeretnék kiemelni, tehát a néptánc, a zene és a festészet együttes hatása, mire 8. osztályba kerülnek, ez megmutatkozik minden szinten. Csak egy példát tudnék mondani. Én ezeket a gyerekeket informatika tanárként láttam órán, és legnagyobb döbbenetemre a weblap készítésnél, illetve egy szövegszerkesztésnél olyan színi érzékkel nyúltak bele a munkákba, hogy azt tanítani nem kellett. Tehát én technikai oldalról tudtam őket képezni, a többit hozták ezekről a foglalkozásokról, és mi alatt néztük az elkészült munkákat, és én megdöbbentem ezen a színérzéken, ami náluk kialakult, megkérték, hogy zenét hagy tegyünk be. És akkor hát nem tudtunk mást mondani, mint egymás után szépen mindenki a kedvenc zenét, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt benne igénytelen zene, csak igényes, jó, mindenféle stílusban, a heavy metaltól a hip-hopon keresztül a mai legmodernebb zenéig, mindegyik nagyon jó zene volt, tehát ezek mind együttesen hatnak, és reméljük, hogy a későbbi életükben egy lakásberendezés, egy lakásvásárlásnál, a helyi kultúrában való részvételnél ez mind meg fog mutatkozni. Az az alapelv, hogy nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Amikor kikerülnek innen, nem feltétlen a középiskolára gondolok, hanem a felnőtt életükben, amikor nem feltétlen az érzékeny, kulturált emberre van szükség, hanem a rámenősre, a gyakorlatiasra, hogy fognak boldogulni ők az életben? A mi feladatunk nyilván nem arra az életre való felkészítés. Mi azt gondoljuk, hogy amit mi hozzá tudunk tenni, az a művészeti képzés. Ha ezáltal ők gazdagabbak lesznek, és jobban megállják a helyeket, akkor nagyon örülünk. Természetesen más adottságokra is szükség lesz az életben, de én úgy gondolom, hogy ha egy harmonikus egyéniségük lesz, amelyik a művészetekhez akár rekreációban, akár pihenésben vissza tud nyúlni, akkor már nyertünk. Pezseg az élet Pécelen, ahol a képviselőtestület tagjai legutóbbi ülésükön elfogadták az intézményi beszámolókat, megválasztották a város új főépítészét, de elkezdték a települési úthálózat korszerűsítését is. Elsődleges cél a gyűjtőutak és a közintézményekhez vezető utak állapotának javítása. A részletekről a polgármester tájékoztatott. A rendőrség beszámolóját a képviselőtestület egyhangulag elfogadta, a családsegítő szolgálat beszámolója is a testület elé került. Gyakorlatilag ami ebben az időszakban esedékes beszámoló, az mind elfogadásra került. Pécse városának új főépítésze van, Marsalné Kovács Judit személyében. Miért volt erre szükség, illetve mi lesz majd az ő feladata?
Mi nagyon elégedettek voltunk Marti Zsuzsi előző főépítész tevékenységével is. Messziről járt be, ő kérte, hogy mentesítsük, hogy keresztül kellene jönni a városon, és a jelenlegi főépítészünk országos főépítész volt, tehát nagy gyakorlattal rendelkezik, abszolút gyakorlatias, és reméljük, hogy nagyon jól fogunk tudni együtt dolgozni az elkövetkezendő időkben. Itt a tavasz elkezdődtek a tényleges útfelújítások, illetve építkezések Pécelváros belterületén. Támfal, út, mi az, ami most nagyon nagy problémát okoz az autósoknak, a járókelőknek? Hát jelen pillanatban még viszonylag kevés problémánk van ezzel. Ugye a támfalat elkészítettük, most már az az egész sarok ott egy biztonságos helyé vált. Még egy kis némi módosítás majd ott lesz. Füvesítést fognak még elvégezni a vállalkozók. Három utcának a kialakítása indul el most, ez egy megnyert Pest megyei pályázat egy része. Ott már elkezdődtek a gyakorlati kivitelezési munkák is. Érdekesek az emberek. Úgy kellene utat építenünk, hogy lehetőleg hajnali 2:30 és 2:30 között és csendben legyen készen. Hát így nem fogunk tudni utat építeni. Mindenkinek a türelmét kérem. Ez még csak az előszele annak, ami ebben az évben itt a városban beindul különböző pályázati pénzekből. Gyakorlatilag nagyjából 22 utca lesz az, amihez valamilyen szinten ebben az évben hozzányúlunk. Vagy Viszmajor keretből, vagy pályázati keretből, illetve most megjelent a Pest megyei belterületi utas pályázatnak egy második része, ahol az előzőnél talán 2,5-szer nagyobb összegre fogunk tudni pályázni. Ezeknek az utcáknak a kijelölése most van folyamatban. Már előre szeretném felhívni a kétkedők és az elégedetlenkedők figyelmét, hogy meghatározott műszaki tartalommal és pályázati feltételekkel írták ezt a pályázatot. Tehát ha megint azt fogjuk hallani, hogy ez miért nem, az miért nem, azért, mert ennek a pályázatnak meg kell felelnünk. A pályázat legfőbb feltétele gyűjtőutak vagy közintézményhez vezető utak javítása, erről szól. Tehát én pontosan ismerem Pécel közútjainak a problémáját. Ami most ebben nem lesz benne, az azért nem lesz benne, mert nem kerülhet bele semmiképpen, és hogyha beletesszük, akkor is ki fogják onnan dobni. Pécel Kft. Munkatársai azért, amit tudnak, orvosolnak, gondolom, tehát ilyen nagyobb hibákat azért kátyúznak. Igen, mint Pécel is, mint országosan megszenvedte itt a téli váltakozó időjárásnak a következményeit, rettenetesen sok kátyunk van, sokkal hamarabb nekikezdtünk volna a kátyúzásnak, de az aszfaltkeverők még nem indultak be. Be lehetett volna tömni sóderrel, murvával, vagy bármi egyébbel, ami az útnak a további károsodását okozta volna. Hogyha körbenéznek a városlakók, most már azért látják, hogy őzerővel beindult Pécel útjainak a kátyúmentesítése. A jegyző pedig az április 8-i országgyűlési képviselőválasztások és az ugyanazon a napon lebonyolított önkormányzati képviselőválasztás eredményeit mondta el. 13 szavazókörbe szavaztak a lakosok az országgyűlési választásokon, és ugye 2 szavazókör volt, amiben időközi választás bonyolódott le Pécelen. Volt esetleg valami atrocitás, vagy valami kirívó eset ezen a napon? Nem, hál' Istennek Pécelen rendkívül esemény nem történt. Pécelen időközi választást is tartottak, ennek milyen volt az eredménye? Hát az eredménye, az időközi választást az Összefogás 21-19 Egyesületnek a jelöltje nyerte, a második jelölt az Halász Antal György, harmadik Kocsis Ferenc, negyedik Somogyvári Jenő a Demokratikus Koalíció színeiben, az ötödik pedig egy független jelölt volt, Jankó Alexandra, azonban a jogerőre még várni kell, mert jogorvoslati eljárás van folyamatban a helyi választási bizottság eredmény megállapító jegyzőkönyvével, illetve döntésével szemben. Születésének 110. évében Pécel is belépett azon magyar városok sorába, amelyek emlékművet állítanak Vas Albert életműve tiszteletére. Pécelén Így szeretlek baráti társaság szervezésében lebonyolított április 7-i eseményen a térség országgyűlési képviselője és a város polgármestere is köszöntő beszédet mondott. Olyan összefogás részesei lehettek a péceliek, amiről korábban álmodni sem mertek. Tavaly decemberben, amikor Barta József református lelkésztől megkapták az emlékplakettet, a szervezők még nem voltak tisztában a feladat súlyával. Az eseményen Pécel, Én így szeretlek baráti társaság szervezésében Vas Albert marosvécsi síremlékének döbbenetes megrongálásáról is beszélt a moderátor. Az emberi élet lezárásának szomorú helyszíne a temető.
Az ott pihenő szeretteinknek emlékeket állítunk, és fájó szívvel szomorúan keressük fel ezeket a helyeket, hiszen ők már nem lehetnek mellettünk. Van azonban Erdélyben egy különleges síremlék, amelyet ha felkeres az igaz magyar ember, nem szomorúságot érez, hanem ellenkezőleg. Egy végtelenül felemelő és lélekerősítő érzés keríti hatalmába azt, aki ellátogat a Marosvécsi kastély parkjában álló Vas Albert sírhoz. Így tettünk mi is sok évvel ezelőtt, és tesszük ezt azóta is minden évben. Az a kő, amely Vas Albert hanvainak egy részét őrzi, valóságos zarándokhely lett az évek során. Ezt a sírt 2011 tavaszán megrongálták. A hanvakat őrző bronz plakettet lefeszítették és elvitték. Döbbenetes volt ilyen állapotban látni a sírt. Ezért akkor barátainkkal és a Historika zenekarral gyűjtésbe kezdtünk, hogy helyreállítsuk a sírt. A Marosvásárhelyi Gyógyszerész Egyetem tagjai azonban megelőztek bennünket, és hamarosan visszaállították az eredeti állapotot. Sajnos nem sokáig örülhettünk ennek, mert 2013. februárjában ezt a plakettet is elvitték, és ismét csonka lett a kő. A második rongálás után Barta József lelkész úr, Vas Albert hagyatékának igaz őrzője úgy döntött, hogy a tolvajok számára értéktelen gránitból készíteti el az új plakettet, amely egészen tavaly őszig, mint egy 4 éven keresztül lófta az író hamvait. Tavaly decemberben a szokásos látogatásunk alkalmával láttuk, hogy az eredetivel megegyező, de már a színes fém tolvajok számára értéktelen anyagból elkészült az eredeti plakett másolata. A gránit szemfedő pedig ott pihent Józsi bátyánk otthonában. A sok éves kapcsolatnak köszönhetően Péceli barátainak kérésére ez a gránitlap idén januárban Pécelre került. A lelkész úr a kérésnek eleget téve felajánlotta, hogy helyezzük azt az általunk gondolt méltó helyre. Így került hát ez a különleges gránitlap ide, a Kálvin térre, hogy méltó módon őrizze Vas Albert emlékezetét. A Kálvin téren elhelyezett emlékmű létrejöttében elévülhetetlen érdemeket szerzett és köszönet illeti a Cegei Vas Alapítványt, Barta József református lelkészt, Boldog István országgyűlési képviselőt, Sárga Róbert titkárt, Pécel város önkormányzatának képviselőtestületét és Szőlősi Ferenc Attila polgármestert is. Magyarországon csak a halála után fedezték fel, mint az erdélyi irodalom legnagyobbját. Ő a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja, a hivatalos irodalom történet a mai napig, mintha tudomás sem venne róla, miközben a legnagyobbak között emlegetik, és masszív politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte, mind Erdélyben, mind Magyarországon. Családjának az eredete az Árpád-korig vezethető vissza, egyike Erdély legrégebbi nemesi családjának, 1744-ben Mária Teréziától kapta grófi címet. Az írót élete 20. század első felének egyik koronatanújává teszi. A románok 1918. szeptember 23-i kolozsvári bevonulását, majd másnap karácsony estén a Kárpátok őre Deák utcai szobrának felrobbantását családja körében élte meg. Abban a Deák Ferenc utcában, amelynek családjai 50 év leforgása alatt 2 miniszterelnököt is adtak a magyar haszának, báró Bánfi Dezsőt és gróf Teleki Pált. Ő folyamatosan hitet tesz magyarsága és szülőföldje mellett, ettől kezdve minden tettével, minden írásával, akkor is, ha nem engedik át szavait és műveit Kelet-Európa vasfüggönyei. Igazi hazafi a szó legnemesebb értelmében. Ő a tántoríthatatlan magyar. A térség országgyűlési képviselője beszéd elején Vas Albertet idézte. Az egyik művében Vas Albert valahogy így fogalmaz. Aki nem foglalkozik a múltjával, az úgy jár, mint az, aki hóviharban nem nézi az elhagyott lábnyomait. Egy idő múlva csak körbe-körbe fog járni. Ha nem foglalkozunk azzal, hogy mik voltunk és mik szeretnénk lenni, akkor eltévesztjük, és mi is csak körbe-körbe tudunk járni.
Nagyon megtisztelő a számomra, hogy elhívtak erre a rendezvényre, hiszen ennek a napnak az üzenete pontosan az, hogyha emléket hagyunk magunk után, akkor pontosan kijelölhetjük, hogy hova szeretnénk eljutni. Az ünnepség végén leleplezték az emlékművet. Megtisztelő címet kapnak a most indult akcióban a 2017-ben és idén született gyerekek, akiknek a szülei vehetik igénybe azt a ruhacsomagot, amelyben Gyömrőváros örökös polgáraként plusz sárkányhoz, babanaplóhoz és értékes kuponokhoz is juthatnak. A helyi polgármestertől megtudtuk, hogy közel 300 babacsomagot adnak majd át évente, és az erre szánt több millió forintot is a legfontosabb tervezett kiadások egyikének számítják. Új kezdeményezéshez részünkről, hogy egy babacsomaggal, egy babavárócsomaggal köszöntjük a városba érkező újszülötteket, mint legfiatalabb és legfrissebb polgárainkat. Ezt idején évben kezdtük el ezt a babacsomag terjesztést, és ez most indult ez az akció, de aki jelzi és kéri, a 2017 évben született gyermekek is, illetőleg az ő szülék is igényelhetik ezt a csomagot. Mit tartalmaz egy ilyen csomag? Ez elsősorban olyan dolgokat tartalmaz, ami a gyermekek és a szülők kötődését erősítik a városhoz. Azt szeretnénk ezzel jelezni, hogy örömmel fogadunk minden újszülöttet, aki ide gyömrői polgárnak érkezik, ezért a csomagba tettünk egy nagyon szépen elkészített, kézzel készülő gyömrői diplomát, amelyben igazoljuk, hogy a megszületett kisgyermek Gyömrőváros örökös polgára innentől kezdve. Van egy speciálisan Gyömrőre gyártott és csak nekünk készülő plusz sárkány benne, ami úgy készült, hogy remélhetőleg nagyon sok kisgyermeknek alvós plusz figurája lesz a jövőben, illetve van benne még babanapló, ahol a gyömrői emlékeik kíséretüknek az első kezdeti időszakából fotókat tudnak gyűjteni és beragasztani, valamint néhány kupon is van a csomagban, amely különféle foglalkozásokra, játszóházakra, ilyesmire ad belépési lehetőséget. A színük nem egyforma a csomagoknak? Hát valóban, hiszen kisfiúknak és kislányoknak figyelünk arra, hogy kinek rózsaszint, kinek pedig kék tornazsákba adjuk ezeket a csomagokat, amit később akár az óvodában tornazsáknak is tudnak majd hasznosítani. Hány gyerek születik évente, ha nem is Gyömrön, hiszen nem itt van a kórház, de gyömrői lakosnak? Hát nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy fiatalodó város vagyunk. Sokkal több a Gyömrőre születés, mint az elhalálozás éves szinten, tehát fiatalodik a város. Nagyjából, ha számszerűsíteni szeretnénk, akkor hozzávetőleg 300 ilyen újszülött babacsomagot fogunk, babaváró csomagot átadni egy évben. Hogy jutnak a szülők ehhez a csomaghoz? Őnekik igényelni kell, be kell jönni az önkormányzathoz, vagy valami más módon? Nem, hanem a védőnök lejelentik számunkra, hogy melyik családba érkezett újszülött, és ez alapján veszük fel ezeket a címeket. Nagyjából egy-két hónapot várunk azért a kézbesítéssel, hiszen az újszülöttnek a családba azért be kell illeszkedni, és azért elsősorban az néhány első hét teendője nem azzal telik, hogy vendégeket szeretnének fogadni, és hát ezt követően pedig az egyik legkedvesebb munkaköri kötelezettség és feladataim közé tartozik ezeknek a csomagoknak a kézbesítése. Ezeket mindegyiket én szoktam kivinni és átadni a családoknak. Nagyon örömteli feladat ez, és egyben egy nagyon jó találkozási lehetőség a családokkal, az emberekkel, ők is kérdezhetnek tőlem sok dolgot, nagyon jó beszélgetések szoktak kialakulni. Nekem meg óriási öröm egy újszülött csomagot átadni egy családhoz, ahol ilyen öröm történt, és ilyen óriási dolog történt, hogy egy újszülött érkezett a családba. Akkor gyakorlatilag minden munkanapon kimehet polgármester úr egy-egy családhoz. Nem így szoktuk beosztani, hanem ez általában havonta 2-3 napot jelent, akkor az délelőttöket rászánom, telefonon értesítjük a családokat, és ezt követően pedig felkeresem őket, és azt tudom mondani, hogy mindenhol nagy örömmel fogadják ezt a csomagot, és örülök annak, hogy mindenhol nagyon-nagyon pozitív ennek a fogadtatása. Erre van külön költségkeret? Természetesen, hát azért ez jelentős költséget jelent, tehát ez egy több millió forintos tétel ezeknek a csomagnak az összeállítása, hiszen mondom, megközelítőleg 300 darab ilyen csomagról van szó, ez természetesen az önkormányzat kalkulálta a költségvetésünkbe, de én úgy gondolom, hogy ez egyik legfontosabb tervezett kiadásunk az idei évben. Az egészséges hét programsorozat keretében a táplálkozás, a tisztálkodás, a gyermektorna, a jóga és a harcművészeti bemutató is középpontba került. Az óvoda vezető szerint a program hatékonyságának köszönhetően a gyerekek viszik haza az információkat, és ezáltal szüleikre is hatnak.
Az ötlet onnan fakad, hogy a pedagógiai programunkat kiegészítettük az egészségnevelési résszel, és tulajdonképpen a rendezvényre az óvodáinknak a gyermekeit várjuk, a szülőkkel együtt természetesen, de meghirdettük városi szinten, sőt a környező településeknek is elküldtük a plakátjainkat, és őket is várjuk nagyon sok szeretettel. Itt már kezdődik programról felkészülés. Nagyon sok óvodás, nagyobb diákot látunk. Kik vesznek részt a rendezvényen, akik ide látogatnak, mikkel és kikkel fognak találkozni? Jelen pillanatban egy olyan kültéri rendezvényt szerveztünk meg, ahol lesznek előadóink is. A színpadon folyamatosan fogják váltani a táncegyüttesek, fellépők, harcművészek és a különböző kis csoportok, néptánccsoportok, akik itt helyben is tevékenykednek. Lehet látni igen nagyobb gyerekeket is, ők visszajáró óvodásaink egyébként, mint iskolások, segíteni is jöttek, illetve a programba is részt vesznek. Egyébként pedig helyi szinten megkerestük azokat a vállalkozókat, illetve azokat az egyéni családokat, akik valamilyen kapcsolatban vannak az egészséges étkezéssel, a gyömrőgyöngyel, mint ásványvíz is itt van, és megkértük őket, hogy hozzanak ki olyan termékeket, amikkel az emberek megismerkedhetnek. Itt mindenki ingyenesen kóstolgathat, kapcsolatokat alakíthat ki, kérdezgethet, és tulajdonképpen minden arról szól, hogy mi az egészséges táplálkozás és a mozgásnak a lényege és az előnye, és hogyan segítjük ezzel az egészségünket. Hogyan fogadják a kisdiákok, óvodások, iskolások és esetleg a szülők az ilyenfajta rendezvényeket? Nagyon szeretik, hiszen az egészséghetünknek az a lényege, hogy délelőtt a gyerekeknek minden nap különböző programokat szervezünk. Volt például most az védőnéniknek előadása, hogyan kell helyesen tisztálkodni, volt olyan torna, ami kimondottan a gyerekekre irányul és jogához hasonlítod, olyan elemeket tartalmazó, de mozgással volt összekötve, olyan tevékenység. Ezen belül pedig még volt harcművészeti bemutatónk, szerveztünk még a szülőknek a Hankó István Művészeti Központba egy két előadó részéről egy előadássorozatot, ahol viszont a gyermekeknek az önbizalom fejlesztésével és társas kapcsolatok, illetve párkapcsolatoknak a segítésével volt kapcsolatos az előadás. Az óvónénik nem csak ezen az öt napon, hanem természetesen egész évben erről beszélnek és ezt helyezik előtérbe, de ez az az öt nap, amikor tényleg minden arról szól, hogy mi az, ami egészséges és mi az, amit inkább hagyjunk el és ne ígyunk meg, ne együnk meg. De a gyerekeknek így szeretnénk közvetíteni azt, hogy már 3 éves kortól tudják azt, hogy mi az, ami finom és egészséges is, és mi az, ami tényleg nagyon finom, de nem biztos, hogy az egészségüknek jó. És ezt el tudom mondani, hogy van eredménye, nagyon szeretik a Makmarci egészséghetet, és Makmarci egész évben ott van, és a gyerekek ezt így be tudják tulajdonképpen az egész életükbe és a család életébe is vinni, és otthon is jeleznek, és például nem isszák meg a kólát, mert azt mondják, hogy az már nem egészséges, és ha már ennyi megmarad, illetve viszik haza az információkat, akkor már ez nagyon jó. Azon felül viszont nagyon sok segítséget kapunk a szülőktől is, abszolút támogatnak minket. Most is van egy asztal, ahol a szülői munkaközösség fog turmixolni gyümölcsöket, tejjel, és arra is ügyeltek, hogy van laktózérzékeny gyermekünk, tehát laktózmentes tejet is hoztak, úgyhogy maximális támogatást kaptunk minden oldalról. A gyömrői egészségnapon közösen énekeltek és tornáztak is az óvisok. Ültess sok fát a kertedbe, kell nekünk a levegő, a fák ágát letörteni, hinden nekem nem menő. Az a bókád autójának a garázsban a helye, sétálgass és kerékpároz, éppen itt az ideje. Minden reggel tornál kicsit, formázzanak alakot, egy kis vidám humlálással jobb lesz a hangulatot. Tömbölvei jó járnál, sóska fenót elessék, rántják sokat, most elfogad, fontos cél az egészség. Hát egy jó nagy tapsot megérdemelnek a gyerekek. A városközpontban lévő park állandóan tele van gyerekekkel, és itt a fűre lépni szabad, sőt, ahogy a polgármester mondja, nem csak szabad, de kötelező is.
városunknak egy csodálatos adottsága az, hogy itt a város szívében egy gyönyörű szép parkunk van, közel 20 hektáros területen, két tó fekszik ebben a két parkban, tehát én azt gondolom, hogy ezt a természeti adottságot bűn lenne, ha nem használnánk ki. Ezt ki is használjuk, ezért elkövetünk mindent, hogy minél több rendezvényt, minél több programot, és minél több gyerekprogramot hozzunk ide a városközpontba, ebbe a gyönyörű zöld területbe. Én azt gondolom, hogy mai napnak egyik legnagyobb előnye az, hogy a csodálatos szép idő mellett a gyerekek egész napjukat kint töltik itt a szabadba, az egészségét lezárásaként, ez egy azt mondom, csúcspontja ennek az egészségkédnek, kegyes hozzánk az időjárás is, és ahogy a megnyitomban elmondtam, itt nálunk az a szabály a főtéren, hogy hűre lépni nem tilos, hanem szabad, sőt kötelező is, tehát mindenkit bíztatok arra, hogy jöjjenek, szaladgáljanak a téren, élvezik ezt a gyönyörű természeti környezetet, és legfőképpen érezzék jól magukat, és legyenek minél többet a szabadban. A szülői munkaközösség elnöke szerint nagyon fontos, hogy a gyerekekkel már korán megismertessük, hogy mi az, ami fontos az egészségük megőrzése érdekében. Elsősorban szeretném elmondani, hogy nagyon szépen megköszönjük a szervezőknek ezt az egész hetet, amit létrehoztak. Mint a szülői munkaközösség elnöke, nagyon fontosnak tartom, és családanyaként is. Elmondhatom, hogy nagyon fontos a gyerekek életében, hogy megismertessük velük azt, hogy mi az igazán fontos dolog az egészségünk megtartásában, akár a mozgással kapcsolatban, az ételeink elfogyasztásában. És azt hiszem, hogy itt akár körbenézünk bárhol, ez mindenhol jelen van. Mai nap folyamán milyen ételekkel készültek? Hát itt az anyukák nagyon-nagyon sok figyelmet fordítottak arra, hogy egészséges dolgok kerüljenek a turmixokba. Igazából most csak gyümölcsöket hoztunk, epret, banánt, narancsot, facsargyümölcsök lesznek, úgyhogy bármit meg tudnak kóstolni. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek mindenképpen fontos, hogy megismerjék az ízeket, mert én, mint családanya azt mondom, hogy otthon nem biztos, hogy az én gyerekem megkóstolja, itt viszont a tömeg annyira viszi magával a gyerekeket, hogyha már az egyik megkóstolja, a másik is. És azt gondolom, hogy mindenkire pozitív hatással van. A tél következtében a vasadi belterületi utakon jelentős számú kátyú alakult ki. Ezek rendbetétele már megkezdődött, de a tervek szerint új utat is építenek majd. A belterületi Szilárd út szakaszunk az közel 8 km hossz, és ez által indokolt, hogy mind a 8 km-t karban tartsuk így a tavasz időszakban. Sajnos az elmúlt tél megtette hatását itt a közútjainkon is, jelentős számú kátyú alakult ki, illetve hozzájárult ahhoz, hogy előregednek az útjaink. A legfrissebb út is több mint 20 éve készült, sajnos akkor olyan technológia mellett, hogy nem biztos, hogy kellő mélységű útalappal látták el. Ez megteszi ennek hatását, és nagyon nagy számú kátyúk keletkeznek a téli időszakban. A műszakos kollégával felszoktuk így a tavasz időszakban mérni, hogy hány négyzetméterről van szó. Ilyenkor megversenyeztetjük a szolgáltatókkal, és a legkedvezőbb árra adó szolgáltatót választjuk ki, ő végzi el a kátyúzási munkálatot. Lesz esetleg új útépítési tartson ebbe az évben? Hát igen, nagyon-nagyon bízunk benne. Ugye a kormány most írta ki a belterületi út felújításra a pályázatot, itt ugye minimum 40 millióra lehet pályázni. Készülnek nekünk is a terveink, ezt április 23-ával lehet beadni, szeretnénk feltölteni az igényünket, bízunk benne, hogy sikeresek leszünk, és ezek a problémák, amik évről évre így tavasz időszakban keletkeznek, ezek megoldást találnak. Korábban már beszámoltunk egy vasadi sportcélú beruházásról, most arról kaptunk hírt, hogy a sport öltöző lelátó része tető alá került, de a focipálya és a lovaspálya is megújul hamarosan. Építkezés első üteme az elkészült, hiszen szerkezetkész állapotba került az épület, tető alá került. A következő napokban, hetekben fog a szigetelési munkálatok, illetve a belső burkolási munkálatok elkészülni. A vállalkozói szerződés értelmében a vállalkozónak augusztus 31-ig van lehetőség átadni kulcsra készen az épületet. Reméljük, hogy mivel ilyen jó halad az építkezés, reméljük, hogy ezt jóval korábban meg tudjuk ejteni. Ez az első fázis, vagy egy másik fázis, ez mit jelent? Igen, ugye a második ütem az pedig az RSC pályázat úgynevezett TAO-s forrásba, a forrásra az MLS-nél. Ott a közbeszerzés jelen pillanatban napjainkban is zajlik, reméljük, hogy sikeres lesz, és egy hasonló nagyságrendű épület rész fog e mellé felsorakozni épülni. Az épület is indokolja, hogy áthelyezésre kerüljön a lovaspálya. Ez miatt mi próbáljuk a korlátot újjávarázsolni, illetve magát a pályát egy talajszerkezet elég lazának mondható, tehát próbáljuk a talajcserét is elvégezni a következő hónapokban. Szeretnénk fejleszteni a pályát, a terveink el is
készültek, szinte adtunk be pályázatot kültéri fitnessgépek telepítésére, illetve a pálya környezetében egy futópályát szeretnénk akár saját erőből is kialakítani a jövőben. Most megismételjük főbb híreinket egy-egy mondatban. Költészet napja. Színvonalas programokkal ünnepelték a költészet napját. Hiba elhárítás. Az Üllői vízátemelőnél egész héten dolgoztak a szakemberek. Tudás fája. Üllőn számos program várta az olvasókat a könyvtárban. Útjavítás. Üllőn 20 millió forintot különített el a város önkormányzata az útjavításokra. Tátika óvoda. Szeptemberben foglalhatják el a gyáli óvisok a 180 férőhelyes intézményt. Bölcsődei beiratkozás. A Bobita bölcsődébe történő felvétel csak üresedés, illetve várólista alapján történhet. Művészeti iskolások Maglódon. A festészeti iskolások személyisége csodálatosan alakul, harmonikus egyéniségük lesz. Testületi döntések. Megválasztották a város új főépítészét, de a városi úthálózat korszerűsítése is elstartolt Pécelen. Emléktábla. Vas Albertre emlékeztek. Örökös polgár. Megtisztelő címet kapnak a gyömrőre született gyerekek. Egészségnap. A táplálkozás és a gyermektorna is középpontba került a gyömrői egészségnapon. Közügyek. A sporttelep fejlesztése és a kátyúzás is megkezdődött Vasadon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Williams Televízió április 20-ai adását látták. Friss hírekkel legközelebb április 27-én pénteken 19 órakor jelentkezünk. Híradónkat minden nap évfélkor 8 órakor, 11 órakor és 19 órakor láthatják itt a Williams Televízióban. Tartsanak továbbra is velünk, jó tévézést, kellemes időtöltést, viszontlátásra!